Avantgárd, avantgárd! Hé, te mit csinálsz? Mit akarsz tőlem tulajdonképpen, mi? Csak szeretnélek meghívni ebédelni. Az előbb azt mondtad, hogy ez itt kettőnknek keves lesz. De én közben meggondoltam magam, lemondok a részemről a javadra. Ennyi szépen! Ha ilyen szemtelen vagy, nem eszem a főztődből. Nem eszik, ujjjj. Most meg mit ugrálsz, talán kukac költözött beléd? Nem költözött belém kukac, csak viszket a csizmám hegye. Hogy viszketett a csizmát hegye? Nem tudom, de nagyon viszket, utána viszket. Hol viszket, én nem látom? Gyere, közelebb, majd megmutatom. Nem látom. Még közelebb? Nem látom. Na most már látod! Mit csinálsz? Gyorsan ráteszem a fedőt. László, engedj, kérem, tessék megenni az ebédet. Zsúfolásig megtelt gyerekekkel péntek délelőtt a szabadtéri színpad nézőtere. Három napos rendezvénysorozat keretében avatta fel ugyanis a városrehabilitációs pályázat keretében elkészült új közösségi teret. Pénteken a Szevasztavasz szórakoztató kavalkáddal várták a szervezők a lakosságot, s mint ahogy arról a program neve is árulkodik, a megjelentek búcsúztatták a telet, s várták, hogy beköszöntsön végre a tavasz, a jó idő, és elkezdődjön a szabadtéri rendezvények tavaszi nyári szezonja. A nap folyamán a vidám színvonalas műsorok között minden korosztály megtalálta a számára megfelelő programot. Már hónapokkal korábban elkezdtünk készülni a szabadtéri színpad avatására egy háromnapos programsorozattal, ami Pajta Színházi Napok nevet kapta. Ez a projektben, a pályázatban lett így kialakítva, hogy ragaszkodtunk ehhez az elnevezéshez, és ugye hagyomány már a Szevasztavasz, most harmadik alkalommal lett megszervezve, kapcsolódtunk ehhez a Pajta Színházi Napok rendezvénysorozathoz. Az volt a pályázatnak a megkötése, hogy színházi előadás sorozatot kell szerveznünk, mi ennek nagy örömmel tettünk eleget. Én azt gondolom, hogy egy mérföldkő a város életében az, hogy ez a szabadtéri színpad elkészülhetett, hiszen hogyha belegondolunk abba, hogy az ókori történelembe egy kicsit visszanyúlva, akár a görögökhöz, akár a rómaiakhoz, mindig a közösségi tér központi szerepet töltött be az emberek életében, és a kultúrájuk alapját is adta tulajdonképpen. Akár gondolhatunk Rómára, akár gondolhatunk a görögökre, és ez egy nagyon fontos, hogy tudjunk az emberekhez szólni, meg tudjuk őket szólítani, és ide tudjuk őket hívni egy olyan központi helyre, ahol a kultúrával találkozhatnak. A célunk az, hogy magas szintű kultúrát hozzunk ide a városba, olyat, ami értékes, olyat, ami maradandó, ami a hagyományainkra épül, és ennek jegyében fogjuk a Ladányi Nyár rendezvénysorozatunkat is összeállítani. Délután a helyi együttesek, néptánccsoportok vették birtokba a színpadot. Fellépésük előtt riporterünk arról kérdezte a fellépőket, mivel készültek az avatásra, és hogy tetszik nekik a kialakított új szabadtéri színpad. A formációnk neve Fék, fiatal énekesek és zenészek klubja. 5-6 énekszámmal készültünk a mai fellépésre, helyi fiatalokból álltunk össze, mind a zenészek, mind pedig az énekesek. 7-en vagyunk énekesek, és ezen kívül még 4 zenészünk van. Az ifjúsági házban és itt a műveleti házban is próbáltunk, már itt is próbáltunk a szabadtéri színpadon többször, hogy a megnyitóra minden jól menjen. Inkább magyar pörgős számokat hallhatunk, de lesz közötte angol is. Nekem nagyon tetszik, szerintem nagyon jó ötlet, hogy van szabadtéri színpad is, mert végre szabadtéren teljesen más fellépni, sokkal másabb énekelni, máshogy megy a hang. A hangtechnika is sokkal jobban lehet hallani, nem az akusztikától függ minden, tehát szerintem sokkal jobb, hogy ez így van, és sokkal többen beférnek nézők is, mint ahogy eddig bent a színház teremben voltak. Zenével készültünk a mai produkcióra. Láthatta már ezt a közönség, hol és mikor, és hogyan készült ez a produkció, hogyan állt össze? Láthatta, ha ügyes volt a fars hangon, hogyha a nagy tülekedésben hozzájutott a jegyekhez, akkor láthatta háromszor is. Hányan vettetek részt a produkcióban? Akkor 30-an, akkor 30-an. Most 15-en. 15-en vagyunk. Mit vártok ettől a mai naptól, ettől a mai alkalomtól? Fergeteges sikert. Ovációt, rajongótábort. Először még azt hadd tegyem már hozzá, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek veszük, hogy itt lehetünk. Nagyon kellett, és nagyon jól sikerült. És európai színvonalú, tehát ez szerintem a város megérdemli. A Kenderkusz Néptánc Együttessel jöttünk ide fellépni, azért mert nagyon sokat próbálunk itt a művelődési házban, és az új, két új táncunk lesz, amivel fellépünk, most Maros Sárpataki, illetve Nagy Kállói tánc.
táncok. Nagyon szükség volt rá, már a művelődési központ vezetőivel, illetve dolgozóival nagyon sokat beszéltünk erről, már évek óta úgymond így a beszélgetés tárgya volt ez, hogy szükségünk lenne egy szabadtéri színpadra, azért, mert ugye már a ladányi nyár rendezvény sorozatai során is látható volt az, hogy mennyire szükség van úgymond a ladányi közönségnek, a ladányi fellépőknek erre a szabadtéri színpadra. Mindenképpen nagyon jó dolognak tartom, hiszen nagyon jól megcsinálták, és ezzel is úgymond szebbé tették a várost. A szabadtéri színpadavató műsort a Csimi gitártanszakának előadása kezdte meg. Őket a Kendelkósz néptánc együttes követett, akik Maros Sárpataki táncot mutattak be. A börtön ablakában soha nem süt be a nap. Volt egy nagy buli a csenkibe, nem maradt ki bizony ebből senki sem. Diákok, a tanárok, a szóltarok, nem Beethoven, nem Mozart és nem barok. Ez rock! Mindenkinek ez rock! Egyszer úgy is ide elhozzak, a szabadságot elhozzak. Szóra nagyobb repedeznek a falak, a zene rabja, aki itt most bennmarad. Szabadnád lesz az zongora, a gitár, a színpadon a zene mindenkit vár. Lesz rock! Mindenkinek lesz rock! Egyszer új zene az elhozza, az új színpadot elhozza. Szóló! A hagyományőrző csoport után Dombi Imrénék köszöntője következett. Megtudtuk, az önkormányzat pályázati pénzből újította fel a művelési központ környékét, ahol szabadtéri színpad, közlekedési fejlesztés, valamint egy sétáló utca kiépítése is megtörtént. A köszöntő után szalagátvágásra került sor. Egy nagyon hosszú munka után vagyunk, és még nincs vége a munkának, hiszen nagyon sok híja van még ennek a gyönyörű térnek. Színpadavatásra jöttünk, de ezzel egyetemben egy olyan közösségi térnek az átadására, ami magába foglalja a sétáló utcát, és ezt a parkoló részt, ezt a közlekedő teret, amit itt találnak a színpadtól jobbra. Azt hiszem, az a munkafolyamat, ami az elmúlt évben elindult, az egy nagyon nagy munka volt, és legelőször is szeretném megköszönni a türelmüket. Legelső sorban az itt dolgozóknak, akik a művelődési házban dolgoznak, hiszen itt alig lehetett megközelíteni a művelődési házat. Azt hiszem, már a rend van, átadhatjuk a színpadot, és mit is kívánhatnék ilyenkor
Püspök Ladánynak és az itt dolgozó kedves kollégáimnak, akik most már üzemeltetni fogják ezt a gyönyörű színpadot, ezt a teret. Legelőször is nagyon jó egészséget kívánok, és nagyon jó munkát ahhoz, hogy olyan színvonalas rendezvényeket tudjanak ide varázsolni, mint amit az elmúlt években, 2012 óta a Ladányi nyár keretében. Amit pedig a püspök ladányiaknak szeretnék kívánni. Vegyük birtokba ezt a teret. Érezzük mindannyian magunkénak, hiszen püspök ladánynak készült, a püspök ladányi lakosságoknak, és természetesen az utánunk jövő generációnak. A megkérdezett képviselők riporterünknek elmondták, nagyon fontos, hogy egy ilyen város, mint Püspökladány rendelkezzen egy szabadtéri színpaddal, ahol színvonalas rendezvényeket tudnak tartani a lakosságnak, illetve az ide látogató turistáknak egyaránt. A mi választókörzetünkbe tartozik. Nap mint nap eljárok itt a művelési központ előtt. Én azt hiszem, hogy nagyon szép lett, nagyon vonzó lett ez a környezet, ami itt kialakításra került. Ez talán már igen régi adósága volt a városnak Püspökladány lakossága felé. Én azt hiszem, hogy ezzel, hogy itt sikerült rendbe tenni, kialakítani új közösségi térrel, szabadtéri színpaddal és egy nagyon-nagyon kedves kis sétáló helyjel, a régi korzót felevenítve, ahogy ez kialakításra került, ez méltó színfoltja lesz a városunknak. Én azt hiszem, hogy talán nevezhetjük úgy, hogy egy kulturális városközpont jött itt létre. Mivel településünkön igen aktív civil élet folyik, és gyakran szűknek is bizonyult a hely, ami rendelkezésre állt, amikor jó idő van, akkor mindenképpen fontos szinten lesz ez a kulturális életnek. Az, hogy kellett-e, az talán nem is kérdés, hiszen egy város megérdemli azt, hogy egy hozzá méltó kulturális központ jöjjön létre. Ki lesz használva minden bizonnyal, hiszen a sok civil egyesület, a sok program, amit a közművelődés szolgáltat a településnek, mindenképpen az állog annak, hogy folyamatos kihasználtság alatt lesz ez a terület. Nagyon jó, tehát az csak egy egyszerű megállapítás lenne, hogy sokkal jobb, mint ahogy kinézett, na de én inkább másképp mondanám, tehát ez egy a céljának megfelelő közösségi szintére, ahogy ön említette, klassz lesz. Tehát itt, hogyha bezöldül, mert most már nő a fű is, rendezvényekkel lesz megtöltve ez a hely, és látom, hogy már most elég sokan vannak itt érdeklődők is, ahogy hallottam, mert tegnap nem tudtam itt lenni, hogy nagyon sokan voltak. Ez egy kiváló hely bármilyen rendezvényre, ami ide illik, és remélem a város lakók fognak vigyázni erre a térre. Én nagyon meg vagyok vele elégedve, mindaz a folyamat alatt, amikor készült maga ez a tér. Folyamatosan jöttünk ellenőrizni, és folyamatosan próbáltuk a kivitelezőket arra sarkalni, hogy minél szebb legyen, és minden, ami kell, itt legyen benne. Én nekem nagyon tetszik. Nagyon régen hiányzott már Püspökladány városának is egy olyan tér, ahol a lakosság nagy része meg tud jelenni egy helyen, együtt tudunk lenni, és egy rendezvényen ugye közösen tudunk ünnepelni. Mindenképpen azt tudom mondani, hogy kellett, igen, és ha újra kellene a tervezéseket kezdeni, akkor is támogatnám. Meggyőződésem szerint, hogy egy új színfoltja a városnak, és mivel közben is lehetett látni, hogy mennyire érdekli Püspökladány lakóit a fejlődés, az, hogy hogyan rendeződik itt a tér, úgy gondolom, hogy a kihasználtsága is megfelelő lesz. Több olyan településen volt módon lenne az elmúlt időszakban, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, ahol azt láttam, hogy azért van szükség egy ilyen térre, mert olyan rendezvények is meg tudnak valósulni, amelyek zárt körülmények között nem annyira. Az es folyamán a színpadon egymást követték a püspökladányi csoportok. Fellépett a Csimi fúvós tanszak diákjai, a Tádé Néptánc Együttes tagjai is. Emellett bemutatkozott a Fék elnevezésű helyi fiatal énekesekből álló együttes is.
sorsunk, mikor elhagy, mint üdlen jó barát. Csak állunk, s tovább várunk, míg nem pörget tovább. Aztán mégis újra indul, és új tüzet szív. Belünk fordul, és égig repít. Van tovább, mint világ elsírt régi könnyei. Ha ragyog a szívem, emulik a sötétség. Van kiért, van miért, vívnom őrült harcai. És mindig is így lesz, bárhol jár a sors kerék. Szóval körbe-körbe, míg el nem szédülünk. Hát és mozdul, míg lassan elvezünk. Aztán mégis újra lóba, míg csendben feszít. S apró láng is tűz a lóban, és égig repít. Van tovább itt világ, elsírt régi könnyen. Sötétség. Van miért, van miért, vívnom őrült harcai. És mindig is így lesz, bárhol jár a sors kerék. Régi adósságát rendezte a város az új közösségi tér kialakításával, hiszen egy település életében egy szabadtéri színpad jelentős kulturális és idegenforgalmi érték. A jövőben pedig a Ladányi nyárprogramsorozat, ami sokszínű, műfajokban gazdag előadásokat kínál az összes korosztálynak, püspökladányi és külföldi vendégeknek egyaránt itt kerülhet megrendezésre, tudtuk meg Dombi Imrénétől. Valóban így van, tehát a város rehabilitációs pályázatunk keretében került sor ennek a gyönyörű térnek, illetve a szabadtéri színpadnak az átadására. Mindenki ugye arról beszél, hogy szabadtéri színpad, de ez egy közösségi tér egyben, hiszen itt a nézőtér, a lelátó, illetve a sétáló utca kialakítása volt a cél. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ebben a pályázatban kialakítsuk ezt a területet, hiszen az elmúlt időszakban, 2012 óta elindítottuk a Ladányi nyarat, és a polgármesteri hivatal előtti téren tudtuk felállítani azt a színpadot, amit fel tudtak tölteni programmal a ladányiak, illetve magát a nézőteret pedig a Köves út adta a parkolókkal egyetemben. Én azt hiszem, hogy ez egy ideiglenes megoldásnak jó volt, de mindenképpen el kellett azon gondolkoznunk, hogy legyen egy olyan hely, ami tényleg befogadó, tágas terekkel rendelkezik, biztonságos területtel, és hova is lehetett volna máshová, mint a város szívébe, a művelődésnek a szívébe, központjába, a művelődési ház mögötti területre. Ez a pályázatunk ez nyert, és már most a megvalósítási szakasznak a végén járunk, és most került átadásra ez a gyönyörű terület, illetve a szabadtéri színpad. Maga a létesítmény elkészült. Többször elmondtam már az elmúlt időszakban, amikor egy-egy pályázatunknak a végére értünk, magát a városnak az arculatát nem az utcák, a terek adják, hanem az, ahogy megtöltjük mi püspökladányiak. Elkészült ez a szabadtéri színpad, most már rajtunk a sor ladányiakon, hogy megtöltsük élettel, vegyük birtokba, és olyan műsorokkal töltsük meg, amit mi adunk, és egymásnak adjuk. Én hiszem azt, hogy tudunk ezzel a lehetőséggel élni, és mindenki örömére tudjuk használni ezt a gyönyörű területet. A színpadavatáson jelen volt Bodó Sándor országgyűlési képviselő is. Riporterünknek elmondta, a Dorogi Márton Művelési Központ a közelmúltban felújított belső tereivel és a megvalósuló külső korszerűsítési munkálatokkal új távlatokat nyit a közművelődésben.
Valóban egy nagy komplex pályázati csomag püspökarány funkcióbővítő fejlesztési nevet viseli, és hát a vége felé közeledünk ebben a csomagban. A piac tér van még, mint nagy feladat, és ha az is kész van, akkor ezzel a csomaggal megvagyunk, de nyilván lesznek új lehetőségek is. Nem az történt, hogy egyel több kulturális szórakozó hely vagy közösségi tér lett Ladányban. Hát a matematikai szabály szerint végül is igen, de a lényegét tekintve nem. A lényegét tekintve szerintem a legfontosabb üzenet, hogy egy szabadtéri létesítmény valósult meg, és ez nem pótolható semmi másra. A szabadtéri kulturális rendezvényeknek más a varázsa. Nem hiába van óriási sikere mindenfel a világban. És sikerült még azt megtennünk, ami egyébként egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy egybe is sikerült ezt valamennyire építeni a művelődési házra. Nagyon sokszor láttunk már olyat Püspökladányban is, amikor föl kellett húzni egy 3x3-as kis sátrat, vagy valamiféle kis öltöző fülkét kellett kialakítani, és hát az azért mégsem olyan. Itt, amikor a szabadtéri színpadra gondolunk, látjuk mögött a művelődési házat a maga teljes infrastruktúrájával, lehet áramot venni, vizet venni, átöltözni, a csoportok nyugodtan tudnak fölkészülni, és hát nyilván ez a komfort a nézők rendelkezésére is biztosítható, esetleg valakinek olyan igényre, hogy be kell menni. Tehát egészen más minőségi lépték ez a fejlesztés, mint amire korábban esetleg gondolhattunk egy-egy szabadtéri rendezvény kapcsán, és azt gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon sokat gazdagodott Püspökladány városa, a civil közösségek, és mindenképpen köszönet jár érte mindenkinek, aki ebben tevékenykedett. Sokan voltak kíváncsiak az új színpad átadására, ám legtöbben mégis a rendezvények és a gyermekprogramok miatt látogattak ki az avató ünnepségre. A családommal, a szüleimmel kisfilmet nézzük meg fellépésben. Hogy teszik neked ez a szabadtéri színpad? Kellett-e, szükség volt-e szerinted a városban egy ilyen új közösségi színtérre? Szerintem feltétlenül szükséges volt, mivel hogy a város kulturális fejlődését is elősegíti, mert többen tudnak eljönni. Nagyon ráfért már szerintem, hogy a fiatal tehetségek megmutathassák magukat, akár csak hétköznap is egy színpadra kiálljanak, énekeljenek, verseljenek. Úgyhogy remélem, hogy az én kisfiam is majd egyszer részt vehet itt egy fellépésen, és megnézhetem. Hát szép, most már sokat javult, megérdemelte már Püspökladány eztet. Meleg van, meg kicsi is bent. Meleg is van, és kicsi bent, tetszik érteni, úgyhogy kellett már ez. Jobb a levegőnk kint, meg mindent. Evel tudjuk Ladányba tölteni a legtöbb időt, a programokkal, a rendezvényekkel, eljárunk nézegetni. Azért van ez, hogy töltsük meg mindig, használjuk ki. A színpadavató rendezvény tehát sikerrel zárult, hiszen számos érdeklődött vonzott Püspökladány új közösségi tere. A télnek immár vége, örülhetünk a napsütésnek, s egy kicsit előre is tekinthetünk, hiszen majál is gyermeknap, koncertek, elszámazottak találkozója lesz még előttünk álló időszakban, s természetesen a ladányi nyár, ami idén is színes programokkal várja a lakosságot.